Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ma tükröződik számodra valami. Miért van így? Mert a mai napon a Nap és Neptun bolygó szemben áll. Tehát itt tükröződik most valami. A nap utal a nyilvánosságra, arra is, amikor kiderül a valóság. Itt látható lesz valami. Vele szemben van Neptun bolygó, és Neptun bolygó őrzi a titkokat. Minden olyan átláthatatlan, olyan, mintha egy fátyol lenne, ahol nem látjuk a dolgokat. Amit még Neptun jelent, ezek az álmok, a vágyak, a remények, azon kívül az intuíció és az inspiráció. Mivel ők szemben állnak, ez olyan, mint a mérleg. Itt mérlegelni kell a dolgokat. Mit kellene nyíltan kimondanunk, vagy mit kellene, mint egy titok megőrizni, erre utal Neptun. Persze azt is jelentheti, hogy másoknak vannak titkai, és ez számodra átláthatatlan. Mint mondtam, ők szemben állnak, és ez olyan, mint a mérleg, amit ez a mérleg még jelenthet, a középpont. Ne túl sokat, ne túl keveset. Mivel a nap egy férfias energia, itt ezen a kártyán láthatóak azok a dolgok, ami nálad történik, a te lelki társadnál. Itt a férfiakról van szó. És a másik oldalon megnézzük a nőies energiát, ha te egy hölgy vagy, akkor ez rád vonatkozik. Mi derül ki? Mit világít itt meg a nap? Ezt megnézzük először ennél a kártyánál. Itt a kelyheknél érzelmekről van szó. Ezek lehetnek pozitív érzelmek, mint például bizalom vagy szeretet, de lehetnek negatív érzelmek is, félelmek, bizonytalanságok vagy irigység. És itt a képen látható, hogy ez a személy rossz indulatú, és figyeli őt. De mivel a nap itt kihat, így kiderül ez. Ő ezt látni fogja, hogy ki milyen szándékkal közeledik hozzá. Itt a botok láthatóak, és a botok szimbolizálják a tűz elemét, az ő bátorságát, a lelkesedését, a szenvedélyeket, és itt van egy irány, illetve több irány is. És így előre mennek nála az események. De mielőtt ő lépéseket tesz, vagy közli veled azt, hogy mit akar, mi a terve, itt lesznek még emlékek a múltból, ezek lehetnek gyermekkori emlékek is. Itt ebben van egy kis nosztalgia is. Sőt, az is lehet, hogy ez a gonosz személy a múltból bukkant újra fel. Ő most befele tekint, ő magában rendezi ezeket a dolgokat. Itt előtte van ez a három kehely, ami a múltra utal, és itt folynak a könnyek, minden úgy összetörött. De a háta mögött a másik két kehely még ott áll, és utal a jövőre. A kettes szám a háttérben rád és rá. Ő megfordul majd, oda néz, és akkor kialakul köztetek, a kapcsolat jelentkezni fog, hiszen ő érzi azt, te ott vagy a háttérben, neki cselekednie kell, és a botok arra utalnak, igen, ezt ő meg fogja tenni.
És pontosan ez az ő álma, ez az ő vágya vagy reménye, hiszen a hold szimbolizálja az álmokat, a vágyakat és a reményeket, ugyanúgy, mint Neptun bolygó is, itt van hasonlóság. Ez a te kisugárzásod, ez az ő kisugárzása, itt megvan köztetek a vonzalom, ez az álom. Ha te egy hölgy vagy, akkor megnézzük, hogy mi történik nálad. Itt kinyílik egy ajtó, egy új lehetőség. Ez a gyermek jelenti az újdonságokat, vagy egy új kezdetet, és hamarosan lesz itt egy kellemes meglepetés. Itt látható az ellenség, ugyanúgy, mint nála is. Ez lehet egy férfi, lehet egy hölgy, de itt van egy jó hír, mert itt látható a veszteség, tehát ez az ellenség eltűnik a te életedből, az ő életéből is, és itt van hozzá a remény. Ez a kép téged szimbolizál. Te egy különleges hölgy vagy, egy különleges személyiség. Mondhatnám úgy is, exotikus. Más, mint mások. És ez a kép utal nem csak a nőiességedre, vagy arra, hogy várj arra, amíg ő közeledik hozzád, mert te ezt a szerelmet megérdemelted, mert te különleges vagy, hanem ez a kép jelent még mást is, a művészeteket. Itt ezen a területen is ki tudod magadat bontakoztatni. Megvan hozzá a tehetséged. És a 10-es szám utal egy új kezdetre. Ugyanúgy, ahogy ez a gyermek mutatja neked, itt nyílik egy új ajtó, egy új lehetőség, egy új kezdet, itt van hozzá a remény. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!